Ugyan október volt a Merrák hónapja, de nem elég róla eleget beszélni, úgyhogy vendégünk a stúdióban Szemeridi Dóra Diana, a CSR és belső kommunikációs menedzser, egy támogatás kapcsán, és dr. Drajko Veronika Emlőráki Gyógyulásért Alapítvány elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Kezdjük a nehezebb részén. 2300 nő veszíti el életét évente, csak Magyarországon emlőrák következtében. Hány százalékukat lehetne megmenteni egy időben elvégzett szűréssel vagy felismeréssel? Ez így van. Az emlőrákról azt kell tudni, hogy a nagy részét, ugye többfajta emlőrákról beszélünk, de a nagy részét, hogyha időben észreveszük egyes stádiumban, akkor 95%-ban gyógyítható. Ha azt veszük, hogy évente körülbelül 7500-8000 új esetet detektálunk, akkor azt mondhatjuk, hogy a 7000 beteget tudnánk megmenteni körülbelül. Ugye itt nagyon nagy jelentősége van nem csak a prevenciónak, amit az orvostársadalom tud biztosítani ugye az emberek felé, a hölgyek irányába, hanem a tudatosság. Ez így van. Na mennyire tudatosak a hölgyek a szűrésben, a prevencióban? Sajnos nagyon nem tudatosak, még mindig. Ugye elég régóta van államilag támogatott emlőszűrés Magyarországon, ehhez képest a részvételi arány az körülbelül 40-45% összesen. Milyen gyakran és hány éves kortól kellene szűrni? Vagy elmenni szűrése? Hivatalosan 45 év és 65 év között két évente kapják a hölgyek a behívókat. Próbáljuk elérni, hogy ezt kitágítsuk ezt a korhatárt 40 és 75 év közöttire, ugyanis egyre fiatalabb korban jelentkezik most már az emlődaganat. Ez nyilván annak köszönhető, hogy jobbak a rendszereink és a gépeink, és könnyebben veszük észre őket. Hát és ugye minden egyes alapítványnak a működését, akár egészségköz kapcsolódik, akár nem, nagyon fontos, hogy ugye támogatókat keressenek. Így van ez esetben, ugye a Nuthangeri Kft. Részéről önök támogatták ugye a kampányt, illetve az alapítványt. Így van, a Nut Services Hungary Kft. Az Auchan Korzóknak az üzemeltetője, egy jól definiált CSR stratégiával rendelkezik, amit röviden úgy tudnék megfogalmazni, hogy küldetésünk az, hogy pozitív hatást gyakoroljunk a környezetre, a társadalomra és a gazdaságra, és a társadalomra gyakorolt pozitív hatás részeként támogatunk szervezeteket és alapítványokat, és ezen belül az emlőrák gyógyulásáért alapítványt is, hiszen a mi vásárlóinknak a nagy részét a hölgyek teszik ki, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha az ő körükben felhívjuk a figyelmüket arra, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy figyeljenek magukra. Ez egy egyszeri segítség, vagy pedig ez egy hosszú távú együttműködés önök között? Hát most már második éve, hogy fönnáll ez az együttműködés, és remélem, hogy maradni is fog, ugyanis azért különleges ez az együttműködés, mert hogy nem csak a szűrést, ugye nagyon sokan fektetnek hangsúlyt a szűrésre, és elfelejtjük azt, hogy oké, de ha valakinél megtaláljuk ezt a daganatot, a legjobb tudásunk, a legszofisztikáltabb technikák szerint kellene gyógyítani. Ugye, hogy az egészséges szövet az ne sérüljön. És ebben van a különlegessége ennek a kapcsolatnak, hogy ez a támogatás arról szól, hogy ezt a gyógyítási mechanizmust próbáljuk meg. Gyakorlatban ezek szerint valakinek anyagilag támogatják a gyógyítás alatt, vagy nem. Pedig kapcsolattal, vagy mivel? Nem, igazából eszközzel tesszük lehetővé a szakembereinknek, hogy a legjobb technikák alapján gyógyíthassanak. Illetve ezen kívül még egy kommunikációs tevékenység is kapcsolódik ehhez. Október hónapban a social felületeinken kommunikációs kampányt készítünk, ezzel hívjuk fel a vásárlóink figyelmét arra, hogy a prevenció, a megelőzés az mennyire fontos. Meg hát ugye itt egy jelentősége lesz annak is, hogy mérhetővé váljon az, akár az önök számára is, hogy milyen érdemes volt ezt a kampányt nekünk most elindítani vagy folytatni, mert egyik évről a másik évre látni fogják esetlegesen ugye azt, hogy megemelkedett a szűrésen résztvevő hölgyeknek a száma. A jövőbeli tervek vannak még az önök részéről egyébként más támogatások apropóján? Természetesen, hát ezt a kapcsolatot folytatni fogjuk mindenképpen, az eszköztámogatást szintén, és hát a kommunikációt is.
Egyébként a szűréseket, azt még nem tudtuk nálunk megszervezni szűréseket. Most ugye a COVID kapcsán ez nagyon nehézkes, de hogy ezt is tervezzük, erre is lesz lehetőség majd. Ha már beszélünk róla, egy picit tegyük tisztában, nagyon sokan tartanak tőle, félnek tőle, azt gondolják, hogy fájdalmas, nem akarják ezt magukra venni, nem éreznek semmit. Ezek a tévhitek tipikusan? Hát igen, ugye a fájdalom az egy szubjektív érzés, ami nekem fáj, nem biztos, hogy önnek is fáj. Úgyhogy ez, én mondanám, hogy a mammográfia egy kicsit kellemetlen vizsgálat, attól függően, hogy kinek mennyire érzékeny az emlője. Ugye ott azért összenyomjuk a szöveteket a jobb láthatóság érdekében. Ugyanakkor meg úgy gondolom, hogy elviselhető, és egy nagyon nagy csapdája a daganatos betegségeknek, hogy nagyon sokáig nem fájnak. Tehát kezdeti stádiumban nincs tünete. Semmit nem észlel. Semmit. Semmit. Ugye pont ez a legnagyobb nehézsége is a felismerésben, hogy már csak akkor derül ki sokszor, amikor máshol is esetleg egyéb átét, vagy bármi után megjelenhet. Úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy vegyen részt a szűréseken, önöket meg abban, hogy ilyen hasonló jóval támogassák, hogy minél többen gyógyulhassanak meg. Köszönjük szépen, hogy... Köszönjük szépen. Köszönjük. Igen, fontos is egyébként tényleg a prevenció, meg a tudatosság az emberek részéről. Mi pedig most elbúcsúzunk, hiszen igen, vége lett az adás. Mi is tudatosak vagyunk. Úgyhogy legyen nagyon szép napjuk, holnap reggel is várjuk önöket. Minden jót, viszont igen, igen. Somos nagyon készül a fórumra, tartsanak velünk.